Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, srácok, jön egy World War 3 uh, jelentés, aféle. Mi a helyzet a játékkal? Kértétek is, hogy csináljak újra egy ilyen uh, review-t róla, úgyhogy bele is vágtam. És azt is kérdeztétek, hogy megéri-e most már megvenni. Gyorsan megválaszolom ezt a uh, kérdés nektek. Szóval a World War 3 az egy Early Access játék még mindig, ebben a fázisban van, tehát folyamatosan jönnek. Hozzá különböző javítások és tartalom ennek függvényében ítéld meg, hogy meg szeretnél -e venni egy early access játékot, és hogy az elmúlt időkben, amikor pénzt fektettél egy early access játékba, az neked megérte-e. Továbbá az elmúlt idők AAA kategóriás 50 eurós játékok is úgy néztek ki, mint egy early access játék, és azért kiadtál pénzt. Ennek függvényében válaszold meg azt, hogy megérte -e egy olcsóbb, tehát ilyen mennyibe kerül 20 euró uh, valami ilyesmi World War 3 Early Access-ért kiadni pénzt. De íme felsorolok néhány pozitívum és negatívum dolgot a játékkal kapcsolatba, uh, amely esetleg segíthet uh, eldönteni abban, hogy ez a játék jó-e és uh, megéri-e. Uh, mielőtt ebbe belevágnék, egy, egy, engedjetek meg egy-két dolgok. A World War 3 egy Battlefield élmény nyújtó uh, és skálával rendelkező játék komolyabb fegyvermechanikával és komolyabb lövéssel lenne, lenne, hogyha nagyobb játékos lenne, amit amúgy megérdemelne a játék. De tekintve azt, hogy Mennyire komoly a fegyvermechanika ebben a játékban, mennyire sok nagy hangsúlyt fektettek ebbe a súlyrendszerbe, amit csinálnak. Tekintve ezt a játék majdnem biztos, hogy egy idősebb generációt fog meg, és azon belül is azt az idősebb generációt, aki jobban hajlik a kicsit realisztikusabb militari játékok felé. Ebből adondóan az a grandiózus terv, amit a készítők uh, szeretnének ennek a játéknak, hogy uh, hatalmas mapok legyenek, és conquest-szerű játékélmény, amivel semmi baj nincs, mert nagyon jók ezek a játékmódok, de mivel hogy a rajongó tábora ennek a játéknak igen-igen igen, uh, szűkös, így aztán sajnos a legtöbb játékélményem ezzel a játékra leredikálódik Team Deathmatch-re, és a Warzone, amit annyira szeretnének a készítők nyomni, nagyon ritkán dob be a játék egy olyan Warzone játékra, ha bedob, akkor sem egy full szerverre. Szóval, amitől a játék nagyszerű lenne, vagyis a fő eladási pontja ennek a játéknak, az éppenséggel nem játszható, mert esetleg úgy néz ki, hogy nincs elég játékos bázis. Megeshet, hogy azért, mert kicsit későn játszom a játéka, vagy nem tudom, de én le tudom inkább annak, hogy a rajongó bázis ennek a játéknak egy nagyon specifikus, a réteg, aki jobban rajong a komolyabb military shooter, aki a komolyabb fegyvermechanikáért a játékba. Az, hogy olyan szinten változtathatod a fegyvereiden az alkatrészeket, hogy egy RPG játék belesárgul, annyira változatos. Ez az egész, és, és emiatt nagyon-nagyon szűk. Tekintve az, hogy egy lengyel játékkészítő cég csinálja ezt, ezt a játékot, így aztán inkább ugye a keleti blokk élvezi ki e, ennek a játéknak a mi A csalásokról, ha kicsit leírünk rá arra, és csalásokról nem igazán tudok e, riportot adni. Minden bizonyal vannak, mert vannak furcsa dolgok, amik velem is így megestek, miközben játszottam, ilyen nagyon ista halálok, nagyon érdekes jelentek. Minden bizonyal vannak, de nem érzékeltem őket nagyon e, zavarónak. Egyelőre komolyabb hírek nem nagyon reppennek föl arról, hogy ez a játék agyon lenne csalva, de majd nem Biztos, hogy belefut az ember egy-két dologba. Szóval, hogy ezen is túl vagyunk, beszélgessünk uh, egy kicsit arról, amin uh, úgy érzem, hogy uh, javítottak, illetve benne, benne volt a játékba, és jobbá vagy javítottak uh, rajta. Uh, Amint látjátok, a grafika elképesztően jól van megcsinálva, első rangú, és nemrégben, ha jól tudom, az egyik patchben is még ez erre dobtak egy kanalat, tehát még szebbé tették a grafikát, és ugye Unreal Engine 4 alatt fut a játék, nem kell hozzá über erős gép, hogy elfusson a játék, rengeteg grafikai opció van, amivel be lehet állítani, hogy jól fusson a játék. Na de térjünk rá további, technikai adatokra, gameplay téren jöjjenek először is a pozitív dolgok, ami, amitől úgy mondom, hogy ez a játék jobban megéri, mint a Battlefield 5, sőt Battlefield 4 megvásárlása, de a Battlefield 4-nek nagyobb játékos bázisa van még mindig. Na szóval, lássuk csak. Kiváló fegyver mechanikai gameplay pipa. Tehát ez a játék nehéz, nem könnyű benne lőni, és nem casual shooter játékosoknak van. Tehát, hogyha Call of Duty-ban rohangálsz a fegyverekkel, és prónak gondolod magad, ez a játék Kétszer meg fogod gondolni, hogy ez így van-e. Hogy tényleg vagy-e, mert itt nehéz lőni, itt tudnod kell célozni és kontrollálni a fegyvereidet. Ugyanakkor oly sok fegyverváltozatosság van, és oly sok fegyver van a játékban, hogy majdnem biztos, hogy megtalálod a stílusodat, és nagyon sok ideig. Uh, fog a játék élményt nyújtani abban, hogy hogyan válogass a fegyverek között, és hogyan ragd össze azt a fegyvert, hogy úgy érezd, hogy nagyon könnyű vele lőni, de uh, előre elárulom, hogy egyik fegyverrel sem lesz nagyon könnyű lőni, csak egy kicsit könnyebbé tudod Tenni. és ahol javítasz a fegyveren, ott fogsz rontani a te túlélési esélyeidet. ide mondjuk. Ha könnyebb a fegyverrel lőni, akkor az azt jelenti, hogy light páncélt fogsz magaddal vinni, tehát ilyen könnyű uh, páncélzat lesz rajtad, ami sebezhetőbbé tesz. Ezen a téren uh, a játék egyszerűen fantasztikus munkát végez, és egy kiváló játék élményt nyújt. Lássuk egy kicsit beszélgessünk a map designról. Minden map design, ami a Warzone játékot illet egyszerűen fantasztikusan van megcsinálva, látszik, hogy a játékra termett. Ebből a szempontból nem csalódtam egyik mapban sem, amit hoztam, látszik, hogy figyelemmel csinálják ezeket a mapokat, és kifejezetten a Warzone játékmódra tervezik. Ami a TDM-et illeti, levágnak a mapnak egy bizonyos szekcióját, viszont az a bizonyos szekció úgy néz ki, hogy mindig egy olyan részt vágnak le a nagyobb mapokból, ami megfelelő, Uh, élményt nyújt TDM-re. Ebből adódóan nem tipikus Team, team Deathmatch map, mapok lesznek. Nincs meg az a, az, az általánosított három útvonal uh, né, néhány mellékútvonallal megfűszerezve, nem, mivel egy darabjai mapnak így aztán elég kusza tud lenni, hogy megtaláld az ellenfelet. Sokszor előfordul, hogy hátba lőnek, de ettől függetlenül minden játékban, ami volt, Uh, ezzel a játékkal volt ilyen intenz pillanat, tehát hogy így az igen, volt, volt adrenalin, ki kellett taktikázni, meg kellett gondolni, hogy mikor dugod ki a fejed, mert az enemi nem mindig látható, és uh, sokszor csak a torkolott tüzet veszed észre, mert némileg beleolvadnak az enemik, hogyha nem mozognak. Amint megmozdulnak a játék, fantasztikus nem, nem mondom azt, hogy fantasztikus, de kiváló munkát végez vizibilitás terén, tehát látni fogod az ellenfeledet, amint megmozdul, amint lő egyet a torkolattűz azonnal látszódni fog. Szóval nem úgy, mint a Battlefield 5-ben, hogy konkrétan akkor is elsétálsz az enemy mellett, ha melletted lő annyira rossza, rosszul látni az ellenfeledet. Ez a játék jó munkát végez abban, hogyha megmozdul valami, azt érzékeltesse veled. Szóval ez is egy nagyon-nagyon jó pont a játékban. A következő dolog, amit meg szeretnék említeni azok a hanghatások a hanghatások első osztályok szóval nem tudnék mondani talán, talán nem, nem igazán tudnék mondani hogy jelen pillanatban olyan játékot odakint ami ilyen jó munkát végez a hanghatásokkal és kivetesít most nem arra gondolok hogy de jól lőnek a fegyverek és milyen jó a hangja nem hogyan tudod és hogyan tudod, mennyire jót tudod beazonosítani, hogy honnan jön az ellenfél, honnan jön a golyó, mi történik a pályán, merre van a csata? Egyszerűen első osztályú munkát végez. Aki tudja, aki nem, én félfülemre süket vagyok, egy éve nagyjából, majd hogy nem, tehát 90%-ra elvesztette a hallásomat a bal fülemre. De ebben a játékban, még ezzel a rossz hallással is be tudtam azonosítani, hogy merre van a csata helyleg, honnan jön az ellenfél, eldobott egy gránátot, a golyók röptének irányát, a különbség a társaim és az ellenfél mozgása között. Szóval mind ezen hanghatások, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy élményt kapj egy shooterben, a számítógép előtt ezek mind megvannak és nagyon jó ki vannak dolgozva. Szóval, ugye nagyon sok mindent mondtam pozitívumnak, egy kicsit térjünk rá a negatív részekre is ennek a játéknak, és íme kiemelem az egyik legnagyobb hibát, ami egy shooterben előfordulhat, az ebbe a játékba benne van, és ez az egyetlen egy hiba sok-sok uh, problémát jelenthet sok játékosnak, és elkedvetlenítheti őket a játékosról, és az pedig a lag. És az FPS lag, de abban a pillanatban, amikor lőni kezdesz. És nincs egy gyenge gépem, simá kéne ez, de a játékkal probléma van. Szóval pont akkor kezd el laggolni a játék, amikor... Uh, lősz, és amikor finom célzást csinálnál, akkor laggol a játék, és nem tudsz finom célozni. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor előfordul uh, ez a dolog. Né néha előfordul sima internet lag is, de ez az FPS lag, eh, ez a pont, amikor lősz lag, ez benne van a játékban, és ez nagyon elkedvetlen, tehát sok embert, hogy őszintén a sok élménnyel, amit nyújtani tud a játék, Épp ez az egy apró hiba a lövésben, ez jelentheti egy, egy jó játéknak a végét. A következő dolog, ami uh, el kell nektek mondjak, szóval hamarosan úgy néz ki, május 15 előtt uh, napvilágot lát egy hatalmas patch, ami hoz új mapokat és rengeteg bug fixinget, szóval akkor érdemes lesz újra visszamenni a játékba és megnézni, hogy tényleg mennyit és uh, javítottak uh, rajta, és hogy hogyan alakul a játék, remélhetőleg nőni fog jobban egy kicsit a játékos bázis, mert a játék megérdemelni. Ebből, ki, ebből, adódóan én azt mondom, hogy ezt a játékot érdemes megvenned. Érdemes megvenned akkor, hogyha nincs egy Battlefield 4 nincs egy Battlefield 5 vagy éppen unod ezeket a játékokat, és valami kicsit komolyabb kihívásra válsz, akkor ezt ennek a játéknak érdemes adni egy esélyt. Én úgy gondolom, hogy megíri azt az árat, amit elkérnek érte, és és jó lenne, hogyha kifejlődik. Mert ha ez a játék kifejlődik, tehát a kis apró ilyen csalódások, mint például ez a lövés, ez mondjuk nem egy apró dolog, hogy őszinte de hogyha ez. Azon kívül például a katonáknak látogatás idején kicsit ilyen nagyon fura a mozgásuk, de ez ilyen Unreal Engine négy sajátosság, szóval, és Unreal Engine sajátosság, hogy ilyen nagyon fura mozgásuk van a karaktereknek, egy kicsit kiábrándító le, e, tud lenni, de amit így elkap a játékélmény, el, ezeket el, el, elfelejted igazából. Csak mindig a játék eleje, amikor mindenki rohan, ugye a cél felé, akkor így látod, hogy ilyen nagyon viccesen mozognak a, a, a társaid. Uh, továbbá egy-két animáció, uh, ahogy cseréli a gért a karakter, ahogy eldobja a gránátok, Ezek, ezeken kell ilyen finom hangolás, uh, de Istenem, ez, ebben a játékban mindig több potenciál, van, mint egy AAA kategóriás játékban, uh, mint ami manapság kijön, <coughs> éké antem Szóval, uh, ja... Igen, ezt az árat, amit elkérnek érte, ez a játék megéri, hogyha valami komolyabb élményre vágysz és shooterek terén. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, nagyon köszönöm a figyelmet, remélem ki tudtam elégíteni kíváncsiságát mindazoknak, akik uh, hírekre vágytak ezzel a játékkal kapcsolatban. Addig is nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, iratkozz föl, nyom rá a csengőjelecskére, hogy értesítést kapj a videóimról. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!